Milotai István az egyik legnépszerűbb közíró volt Magyarországon a két világháború között. Saját lapokat adott ki, és 1914 és 1944 között több ezer cikket jelentetett meg. Támogatta a fasiszta Gömbös Gyula kormányát, és az első két zsidó törvényt elfogadó Imrédi Béla kormányát is. Milotai István meghatározó szerepet játszott a zsidó kérdés tematizálásában. Írásaiban visszatérően érvelt amellett, hogy a magyarság elvesztette kezdeményező szerepét a zsidókkal szemben, hogy ki ejtette kezéből saját sorsát és nem ura önmagának. Vagyis a magyarság nem tudja saját politikai jövőjét meghatározni, mert azt már olyan erők és hatalmak teszik meg helyette, amelyek fölötte, rajta, benne szervezkedtek meg, de amelyek mégse az ő irányítása alatt nem az ő lelke és nem az ő érdekei szerint működnek. A 30-as évekre, még jóval a II. Világháború tényleges kitörése előtt Milotai már nyíltan arról értekezett, hogy míg világszerte a régi liberális dogmák bukását láthatjuk, addig Magyarország a mozdulatlanság szigete, ahol még mindig az elavult liberális elvek uralkodnak, és amelynek a zsidóság a legnagyobb haszonélvezője. Milotai ennek megváltoztatásáért kampányolt és kijelentette, hogy olyan átfogó politikai változásra van szükség, amely végre érvényt szerez az igazi népi, keresztényi és nemzeti érdekeknek. Ahogy ő fogalmazott, akár hitlerizmus ez, akár nem, ezt a reformpolitikát kell támogatnia minden változást akaró politikusnak. Soros György mögött egy nagyon komoly erő áll. Nem ő irányít, hanem őt irányítja? Természetes, ő egy kismiska a többiekhez képest. Fordulóban van a világpolitika, és olyan lépések, amelyek korábban egyébként elképzelhetetlenek lettek volna, azok most teljesen reálissá válhatnak, hogyha akár csak 5-6 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy fel lehet lépni ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége ellen kormányzati szinten, és a jogalkotás eszközével, akkor én azt nem gondoltam volna reálisnak. Mostanra azt hiszem, hogy erre megvan a lehetőség. Soros György Magyarországon és a világban működő szervezetei ilyen álcivil ügynök szervezetek, és elszántak vagyunk abban a tekintetben, hogy ezt a tevékenységet minden törvényes eszközzel megakadályozzuk. Én voltam az, aki egyszer mondtam, hogy végre valaki kimeri mondani az, hogy magyar zsidó, vagy Magyarországon nem, hogy csak itt született, hanem zsidó is. De aljas zsidó. Hát mindenhol vannak aljas emberek. Igen, és igen. A jeruzsálemi újság azért bemondja, hogy nem minden zsidó érez így. Hát nem is így éreztem én ezt, hanem az alja javából a legaljább. Hát nem szégyelli magát. Hát nem. Tönkre pokolja. Soros György felajánlotta a beteg édesanyjának, hogy segít neki meghalni. A milliárdos ezt egy amerikai tanulmányban vallotta be, amit a Nyílt Társadalom Alapítvány készített az eutanázia legalizálása és amerikai egészségügyi reformok kapcsán. Az édesanyja beköltözött egy eutanáziát elősegítő intézménybe, akkor ajánlotta neki Soros, hogy segít neki meghalni. A tanulmányban egyébként kifejti, hogy végzett volna az édesanyjával, mert ennyivel tartozott neki. Ez felháborító. Most egy Soros György pénzzel szervezett, Brüsszel támogatva pereket indít hazánk ellen. Közép-Európában létezik egy háttérhatalom, ez Soros György nevéhez köthető. Honnan is ilyen nagyon ismerős ez a beszédmód? A 1940-ben a náci harmadik birodalom előrukkolt a legagresszívabb és legvisszataszítóbb propaganda filmjével, az Örök zsidó című uszítással. A filmben aprólékos gondossággal tervezték meg azokat a kompozíciós megoldásokat, amelyek révén a zsidókat egyenesen a patkányokhoz hasonlították, akik nyilvánvalóan a tiszta, árja, faj ellen lépnek fel, és akiknek a célja a makulátlan német nemzet megrontása. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass er immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn er sich unter Nichtjuden bewegt. Jó lenne, ha nem kellene észrevenni a párhuzamot a Goebbelsi propagandafilm és a Habonyi uszító gépezet társadalmi kampánya között. De sajnos a párhuzam a napnál is világosabb. És nem, ez nem kizárólag azért vérlázító, mert bassza meg!
tényleg oda jutottunk, hogy az államhatalom a neki nem tetsző, vele szemben kritikus elemeket nyíltan bélyegzi idegennek, és mert Orbánék szándékosan játszanak rá az antiszemitizmus jól ismert reflexeire. Hanem azért is, mert ha ennek a gyomorforgató és megbocsájtatatlan uszításnak nem lesznek olyan következményei, amilyenek az ilyen típusú uszításoknak lenni szoktak, és nem csak 20. században, hanem például napjainkban Törökországban, vagy éppen Oroszországban. Nos, ha nem lesz ilyen következmény, az nem ezeknek a képsoroknak a megalkotóin fog múlni. Ami miatt pedig különösen káros ez az undorító antiszemita propaganda, az, hogy pontosan ez az úszító gyűlölködés az, amely a Soros Györggyel szemben egyébként tök jogosan megfogalmazható kritikákat ellehetetleníti. Pontosan ez a gátlástalan antiszemitizmus az, amely hiteltelenné tesz szinte minden olyan törekvést, amely a jelenlegi világunk kizsákmányoló kapitalista berendezkedésének őszintén próbálja meg tematizálni a problémáit és az igazságtalanságait. Annak a világnak, amelynek egyik legfőbb arca és haszonélvezője, valóban hazánk idegenbe szakadt fia... Georgi bácsi, Soros György. Ja, az. Persze ezzel a megnevezési és kibeszélési problémával nem csak mi küzdünk. A sorosozás káros intézménye már régóta nehezíti a tiszta beszédet. A habonyművek a sorosozásban Pali bácsit kenterbe verő módon plagizál. A nemzeti szuverenitására fenemód büszke magyar kormány egy 7 évvel ezelőtti amcsi receptből próbál most soros ellenes nép érzületet kotyvasztani. Ennek alapját 2010-ben az amerikai Fox News nevű szélsőjobbos csatornán a tengeren túl Bayer Zsoltja Glenn Beck által összeeszkábált egész estés dokumentumfilm adja, amelyben a csalatatlan szimatú oknyomozó újságíró könyörtelenül leplezte le Soros Györgyöt. Sajnos a Fideszben gyengébb emberanyagot kell ráereszteni a társadalomra, hogy megdolgozzák mindannyiunk agyát, így nálunk az uszidó propaganda munkát Böröc Lacikára, a Fidelitas nagycsoportos kisvezérére bízták. Egy kicsit meg fogjuk citálni a milliárdosok bajszát, és megnevezzük majd őket, illetve azokat is, akiket kézzel rángatnak. Ha Soros György szól, a baloldal ugrik. Így lett a baloldal a spekuláns milliárdos bábja. Meg fogjátok ti citálni nyilván persze épp a bajszát, amint Pali bácsi is megcitálta a plagizált tanulmányokat. Pontosabban pont nem citálta meg őket, csak szimplán, mint az egyszeri fideszes polgimester, lenyúlta őket. Szóval lehet, hogy azzal kéne kezdeni ezt a nagy citálást, hogy legközelebb megpróbálod a helyes kifejezést oda citálni arra a nyüves sajtótájékoztatódra, miközben végig ott a kezedben a papír, te citafiú, te! Böröc Lacikának, a Fidelitas nagycsoportosának agyzsibbasztó fellépését látva csak egyetlen kérdésünk lenne hozzá. Veled valami komoly zűr van, igaz? A válasz pedig magától értetődik, persze, hogy komoly zűr van Lacikánkkal, mint ahogy komoly zűr van ebben az egész országban. Éppen ezért a mostani adásunkban először megvizsgáljuk, hogy pontosan kicsoda is Soros György, mit lehet tudni a pénzügyi és filantrópnak nevezett tevékenységéről, utána pedig legfőképpen az, hogy miért eszméletlen veszélyes és káros az, amit a kormány művel a személyvel kapcsolatban. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Slejm, a torkoragadt politika. Szemmel nem néz senki, mindig csak felülről. A bankszámládon kuparogsz és ott is egyedül. Az senkire sem kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van. Na, honnan is kezdjük? Akkor kezdeném a Soros Györggyel. Parancsolj! Köszönöm, Imre bátyám! Szóval, Soros György Magyarországon, Budapesten született 1930. augusztus 12-én. Születésekor még a Schwarz nevet viselte. Hoppácska! Igen, most akartam épp rátérni, hogy Soros, Schwarz, György, sitó szülők, sitó gyermekeként látta meg a napvilágot.
Tehát véletlenül se hallgassuk el, hogy egyértelműen Sitó családból származó emberről van szó. Jól mondom? Azt mondja, egyértelmű. Egyértelmű, bent van az életrajzban, tehát nem himi-humiznak. Dehogy himi-humizok, hát most mondom, drága urak, szevasztok, hogy Sitó a szentem, na. Az apja 1936-ban vette fel a Soros nevet. Gyerekkorának fontos epizódja, hogy 1944-ben az apja úgy mentette meg a családot a deportálásoktól, hogy egy minisztériumi tisztviselőt megvesztegetve rábírt arra, hogy az ifjú Györgyöt a keresztfiának elfogadja. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. I was 14 years old, and I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours, who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Ez az egyik leghíresebb interjú, amit Soros valaha életében adott. Kritikusainak, ellenfelének bőséggel adott muníciót az előbbi mondataival, és az interjú egy másik részletével még én is fogok majd később foglalkozni. Ezt a mostani részletet nem azért mutattam be, hogy Soros vélt elvetemültségéről adja a képet nektek. Épp azért akartam ezt bemutatni, mert a különböző részletek, amelyek keringenek ebből kivágva a magyar weben, nem teszik lehetővé, hogy megérthessük Soros életre szóló élményét, amelyek 14 évesen érték. Ahogyan a megrökönyödő riporternek magyarázza, hogy nem volt bűntudata azért, mert a szerencsés túlélők közé tartozhatott, az kísértetésen hasonlít Kertész sorstalanságában Kövess Gyuri hasonló gondolataira a regény legvégén. De hát ne túlozzunk, hisz épp ez a bökkenő. Itt vagyok, s jól tudom, minden érvet elfogadok azon az áron, hogy élnem lehet. Igen, ahogy körülnéztem ezen a szelíd, alkonyati téren, ezen a viharvers, mégis ezer ígérettel teli utcán, már is éreztem, mint növekszik, mint gyülemlik bennem a készség. Folytatni fogom folytatatlan életemet. Nem tisztem védeni Sorost, sőt, de a 14 éves kori érzései és benyomásai, amit egy embertelen rendszerben, amely az elpusztítását kívánta, szerezni kényszerült, az a saját legszemélyesebb ügye. Későbbi döntéseit és azok kritikáját ízléstelenség ebből levezetni. Azokat a saját kontextusukban, a maguk helyi értéke alapján kell megítélni. Soros aztán 1947-ben az Egyesült Királyságba került, 1952-ben diplomázott a London School of Economics-on, és végül 1956-ban vándorolt ki az Egyesült Államokba.
Londonban két fontos élmény érte. Egyrészt tanítványa lehetett Karl Poppernek, a 20. század egyik legjelentősebb filozófusának, akinek jelentékeny hatása volt a tudományfilozófiára és a politikatudományokra. Egyik legismertebb kötete a Nyílt társadalom és ellenségei címet viseli, ami aztán pár évtized múlva majd Soros későbbi alapítványának elnevezésében, Nyílt társadalom alapítvány, is vissza fog köszönni. A másik fontos londoni élménye pedig az volt, hogy évekig tartó kuri munkákból való tengődés után, sokszori elutasításokat követően, végül aztán 1954-ben megkapta első állását egy kereskedelmi bankban, a Singer & Friedlandernél. Két évvel később került ki az USA-ba, miközben egyre feljebb és feljebb került a pénzügyi ranglétrán. 1969-ben a Double Eagle, dupla sas nevű úgynevezett hedge fund megalapítója volt, amelyet 4 milliós tőkével hozott létre, benne a saját 250 ezer dollárjával. Ez a hedge fund alig 4 évvel később 12 milliós hozamot termelt, és ezzel Sorosnak lehetőségében állt megalapítani a Soros Fund Managementet, vagyis a Soros befektetési alapot 1973-ban. És itt egy pillanatra álljunk is meg, hogy megérthessük, hogy mi is az a hedge fund, illetve a zárt körű, alul szabályozott befektetési alap. A hedge fundok exkluzív, extrém magas hozamokra törekvő, emiatt akár extrém kockázatokat is vállaló, speciális befektetési alapok, amelyekhez jellemzően csak a leggazdagabb magánbefektetők férnek hozzá. Az ő pénzeiket kezelik itt, és általában a normál befektetési alapok működését korlátozó jogi szabályozásokkal szemben lazább elbírálás alá esnek. Fontos, hogy ezek a hedge fundok zárt körülön működnek, és nagyon szabad befektetés, és ebből kifolyólag spekulációs tevékenységet folytathatnak. Ez önmagában elegendő ahhoz, hogy a szélesebb közvélemény szemében bűnös és megvetendő tevékenységet művelő szervezetnek tűnjenek. És az igazság az, hogy ez egy nagyrészt tök jogos vélekedés. A hedge fundok ugyanis tényleg hatalmas kockázattal, egy szűk elit számára termelve a hasznot, a legtöbbször totálisan mellőzve a transzparenciát, sőt, még a különböző ellenőrzéseket és szabályozásokat is legálisan megkerülve működhetnek. Hogy akkor mi a franc szükség van rájuk? Nehezen hihető, de nem kizárólag a nyakló nélküli harácsolást biztosítják, hanem időnként elősegítik azt is, hogy a tőzsde piaci mozgásokat kontrollálni, stimulálni lehessen. Ez önmagában nem feltétlenül lenne probléma, de épp Soros története mutatja azt, hogy a hedge fund nyújtotta eszközök sokszor épp az eredeti célkitűzésekkel szemben is remekül kihasználhatóak, és ezzel brutális hasznokat lehet realizálni. Ez a karcagi mancsika, vagy marcsika. A karcagi marcsika ugyanezt csinálta, csak így kicsibe, van. És előbb-utóbb megbukott. Gyuri bácsi nagyba csinálta. Nem, ez nem igaz, és ez egy nagyon fontos különbség. Az említett hölgy, akire szevasz uram, utalni méltóztatott egy virtigli köztörvényes bűnöző, aki közel 20 milliárd forinttal károsította meg azokat, akik szerencsétlenségükre rábízták a vagyonukat. Az emberek pedig csak lassan kezdik érteni, hogy mi történt, hogy az asszonynak hiába mutogatott különféle számokat és engedélyeket, sem betétgyűjtésre, sem portfólió kezelésre nem volt engedélye, vagyis amit tett, az teljesen illegális volt. Soros György pénzpiaci tevékenysége nem számított, és most sem számít illegálisnak, és ez rögtön rámutat arra, hogy mennyivel mélyebb az a probléma, amelyre a személye rávilágít. Ugyanis Soros tevékenysége azért nem illegális, mert egész egyszerűen államok egész sorában nincsenek is rá vonatkozó jogszabályok. Mindez végső soron Sorosnak olyan szuperpozíciót és elképesztő gazdagságot okozott, amit még fölfogni is lehetetlenség, és nem. A Soros vagyonosodásával és még inkább a kezében koncentrálódó pénzpiaci eszközök biztosította hatalommal szembeni kritika nem valami komcsi ármánykodás. A Nobel-díjas közgazdász Paul Krugman 1990-ben egyenesen úgy fogalmazott: bárki, aki olvasott valamilyen üzleti magazint az elmúlt években, tudatában kell legyen annak, hogy manapság vannak olyan befektetők, akik nem kizárólag azért mozgatnak pénzt, mert számolnak egy adott valuta válságával, hanem konkrétan megtesznek mindent annak érdekében, hogy valuta válságot idézzenek elő szórakozásból és profitszerzési vágytól vezérelve. Ezeknek az új szereplőknek a piacon még nincs bevett megnevezésük, az én javaslatom az lenne, szorolj!
És ez elég fontos. Soros épp, hogy nem törvénytelenül, hanem a globális kapitalizmus egyenlőtlenségeit és annak működéséből szükségszerűen adódó anomáliákat kihasználva és a javára fordítva tudott mesés vagyonra szert tenni. Nem esküdött össze senkivel, és nem része semmilyen háttérhatalmi, pláne nem stó világ összeesküvésnek. Tevékenysége épp arra világít rá, hogy amíg a szabad piaci kapitalizmus nem vonjuk közösségi ellenőrzés alá, addig mindig is lesznek olyan győztesei a rendszernek, akik győzelmüket kizárólag egyetlen dolognak köszönhetik. Annak, hogy a szabad versenyen alapuló kapitalizmus a haszonszerzésben és az érdekérvényesítésben való gátlástalanságot jutalmazza. Így a sorosféle gátlástalan csúcsragadozók tudnak a legmocskosabbul meggazdagodni belőle. Soros a történelem legsikeresebb hedge fund menedzsere, és egyben a világ 19. leggazdagabb embere, aki igazi gazdagságát az 1973-ban megalapított Soros Fund Managementnek, vagyis a Soros Befektetési Alapnak köszönheti. Az alapítása óta eltelt időben az alap több, mint 40 milliárd dolláros hozamot ért el, amivel a történelem legsikeresebb ilyen alapjává vált. Soros pedig az így szerzett vagyonával példátlan aktivitással vágott bele a világpolitika alakításába. Csak szeretnénk megnyugtatni az aggódó véleményhatalmakat globalice meg lokalice egyaránt, hogy ennek a felügyelete, tehát az, hogy mi a tudás, én mondom meg, ugye egy kicsit parafrazálva egy híres mondást, direkt nem árulom el, ugye, hogy kitől származik a eredetie, tehát ez változatlanul a globális SZDSZ kezében van, itt lokálisan is. Engem aztán bocsássa meg, de nem nyugtat meg Bogár tanár úr, hogy a reflexszerű antiszemitizmusával akadályozza a Sorossal szembeni érdemi kritika kifejtésének lehetőségét, sőt, baromi kártékonynak tartom. Hihetetlen idegesítő, hogy az ilyen közpénz habzsoló lófasz jóskák miatt képtelenség a valódi problémáinkról érdemben beszélni. Nemzetközi SZDSZ, magyar SZDSZ sincs már lassan 10 éve, nem kéne már végre leakadni erről a lemezről? Vagy az SZDSZ utolsó elnöke a híres, nevős, retkes Attila valójában Giorgi bácsi jobbján Brüsszelből irányítja az eseményeket, miután tönkretette végleg Solt Otilia egykori pártját? Ennyire lemaradtam volna valamiről? Forduljunk inkább magához Soroshoz, mert minden kritikánk mellett sokkal reflektáltabban viszonyult a saját gazdagodásának igazolhatatlanságához, mint a vele szemben kritikus fidesznyikek. Part of the reason he is so rich is that the Soros hedge funds operate offshore in the Netherlands Antilles to avoid scrutiny by the Securities and Exchange Commission. So even while Soros tells Congress and the Treasury that hedge funds must be regulated to stop the global crisis, he's avoiding the rules. Why is it that that Americans can't invest in the Quantum Fund? That's an offshore fund. Why is that? Because the fund is not registered with the Securities and Exchange Commission. So we are not licensed to do business in the United States. That's right. Because? Because we are not registered with the Securities and Exchange Commission. Because we find it more convenient to operate without it. So in some ways it's to escape regulation. Yeah, that's right. But you've been sitting here talking about the need for regulation. Yes, and whatever regulations are imposed, we will obey. We already conform to everything. Szóval mindezek után foglaljuk csak össze. Ki Soros György? George Soros, in a way, is Donald Trump without the humility. És ebben azt hiszem meg is egyezhetünk abban is, hogy az alázatosság egy nagyon fontos különbség a két férfiú között. Ugyanis Soros megítélésének igazi komplexitását ez adja. Miközben gátlástalan haszonélvezője a globális kapitalizmus igazságtalanságainak, aközben az egyik legkomolyabb finanszírozója azoknak a tevékenységeknek, amelyek a globális kapitalizmus igazságtalanságait igyekeznek enyhíteni, vagy egyenesen felszámolni. Ez utóbbi céljának megvalósításához hozta létre a Nyílt Társadalom Alapítványt, vagyis az Open Society Foundations-t, amelyet 1993-ban alapított. The Open Society Foundations have fundamentally changed life in this country for millions of people and certainly around the globe. We have independent foundations in many parts of the world, and they pursue their own visions in their countries, and there's no other philanthropic enterprise structured in that way.
Soros himself and the Soros Foundation was a dividing line, a front line in Central and Eastern Europe in the post-Cold War environment. Human rights was pretty important issue for us under communism because we didn't have these rights. He financed a huge variety of programs like the Central European University. It linked people together from the West, from the East. He has from the start given scholarships to young people to widen their horizons. We provided scholarships over the years to thousands of Burmese. És ez tényleg csak egy vékony szelete mindannak a filantróp tevékenységnek, amiben Soros az elmúlt évtizedek alatt világviszonylatban beletette a pénzét. Bár lerágott csont, de mivel mi találtuk meg az eredeti felvételt több mint egy évvel ezelőtt, ezért nyugodtan előhetjük. Bizony igaz! Soros módszeresen támogatta idehaza is az államhatalom nyílt megdöntésre szervezkedő liberális politikai csoportocskákat. Beszámoló hangzott el a Fidesz vagyoni helyzetéről. Adományokból és tagdíjbevételekből eddig mintegy 200 ezer forintja gyűlt össze a szervezetnek, a Budapest és a 6 vidéki iroda berendezéseit és a működtetésre szánt 3 millió forintot a Soros Alapítvány folyósítja. Vannak pillanatok, amikor igenis érdemes feltenni magunknak a kérdést. Mit mondhatna erre Habony Árpád? Ez felháborító. Én megértem Árpád zaklatottságodat, de a helyzet mégsem ennyire egyszerű. A Soros Alapítvány 1984-től kezdődően működött fél legalitásban Magyarországon. 1984-ben körülbelül 1 millió dollár állt rendelkezésre, 93-ban a Soros Alapítvány több mint 10 millió dollárt költött el Magyarországon. A 10 millió dolláron kívül Soros György a következő években egészségügyre és oktatásra újabb milliókat kíván fordítani. Ha arra gondolok, hogy mi a jövő, akkor ez még ígéretesebb. Soros György elmondta, hogy két nagyszabású programban gondolkodik, ami az egészségügy és az oktatásügy re fog koncentrálni. A Soros Alapítvány már eddig is több oktatási programot támogatott. Tanárok fülébe jutott, hogy a Soros Alapítványnál lehetőség van arra, hogy pályázzanak az osztályok ilyen szakmai jellegű kirándulásra kapcsolatban. Fizették nekünk a hajóutat, sikerült behoznunk Olaszországból könyveket, amit itt Magyarországon nem lehet kapni. Nagyon szép volt az egész Olaszország. Sorosnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Magyarországon támogatta a kortárs művészeteket, amikor azok még megbélyegzett státuszban voltak tartva a diktatúrában, hogy szellemi műhelyek elindulását segítette pénz- és eszközadománnyal, hogy kiterjedt módon finanszírozott egy sor életbevágóan fontos társadalmi kezdeményezést, és hogy díjakat adott olyan fontos íróknak, mint Márton László, vagy éppen Krasznahorkai László, és számos ösztöndíjjal támogatta a pályakezdő írókat, tudósokat, művészeket. Mindezen tevékenysége, pláne a rendszerváltás előtt és annak kezdetén, amikor a magyar állam majdnem megszűnt létezni és felelősséget vállalni az állampolgárai iránt, szóval akkor mindez hallatlanul fontos volt az itt élők számára. Ez a módszere mindenütt a világon. Előbb benyomul, megszerzi az értelmiségi rokonszenvét azzal, hogy a szegény értelmiségieknek egy kis életlehetőséget nyújt, és aztán ezzel a támogatással politikát csinál. 92. szeptemberében a szintén az MDF szélső jobb oldalához tartozó Zacsek Gyula Csurka István lapjában a Magyar Fórumban Termeszek rágják a nemzetet, avagy gondolatok a Soros kurzusról és a Soros Birodalomról címmel közölt írást. Ebben többek között azt írja: nézzék meg Orbán Viktor szerepét, a Soros Alapítvány évek óta öli bele a pénzt, a választások után főszerepet osztottak rá. Nem is csoda, hogy a párt válaszú közleményt adott ki, amelyben azt írták: megdöbbenéssel figyelik a Soros György személyét érő nemtelen támadásokat. A Fidesz szerint az újabb nemzedékeknek is szüksége lesz arra az önzetlen támogatásra, amit a Soros Alapítvány remélhetőleg a jövőben is nyújtani fog. A közleményt nagy valószínűséggel a párt sajtófőnöke adta ki. Ez az ember akkoriban Bayer Zsolt volt, egészen 1993. augusztusáig, amikor a Népszabadsághoz távozott. Igazából csak azért hagytam ilyen hosszan ezt a bejátszást, mert olyan gyönyörűen rajzolódik ki, hogy a Fideszben elvek soha nem játszottak és nem is fognak szerepet játszani, hogy konkrétan már egy fajta öröm nézni. De van egy még ennél is fontosabb aspektusa ennek a bejátszónak, és ez pedig Csurka István megszólalásából derül ki. Önmagában ugyanis semmi elítélendő nincs abban, ha egy tehetős ember hozzájárul a tudományok és a művészetek művelőinek megélhetéséhez, sőt.
De kérdés, hogyha valaki tevőlegesen hozzájárul fő tevékenységével a globális egyenlőtlenségek növeléséhez, viszont a másik oldalon azért próbálkozik ezeknek valamilyen kijavításával, szóval arról a szeméről mégis milyen véleményt lehetne formálnunk? Míg a pénzpiaci tevékenységét nyíltan amorálisnak tekinti, úgy gondolja, hogy a politikában viszont morális célokat szolgál. És valamiféleképpen ezzel próbálja meg ellensúlyozni. Legyen bármekkora amorális véglény a 3-8-as megadja Gábor, ebben a kérdésben történetesen igazat szólt. Ugyanakkor nem mond más, mint amit Soros maga is állít, ha nem is ilyen blantul, a két típusú tevékenységek közötti különbségről. És a kérdés továbbra is az, hogy ez így működik-e? Működhet-e? Soros Györgynek a szereplését, vagy főleg a globális szerepét én nagyon negatívan látom, mert a spekuláns tőkének egy vezér alakja, és én nem hiszek abba, hogy az, aki egyébként a globális kapitalizmus egyik legkellemetlenebb jelenségének egy vezér alakja, az emellett filantróp tud lenni amúgy érdek nélkül, én ezt a mesét nem veszem be. Hajlok arra, hogy ebben a kérdésben egyetértsek Schiffer Andrással? Nem. Ez így nem működik. Nem működik az, hogy miközben valaki az egyik fő működtetője és haszonélvezője a föld lakosságának 90%-át embertelenül kizsákmányoló globális kapitalizmus rendszerének, aközben az ezen való nyerészkedésének a töredék részét általa jónak vélt ügyekre adományozza. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk már! Miért nem veszi a véremet is? Ugyanakkor ez a kritika nem csak Soros Györggyel szegezhető szembe, csak mivel ő nyíltan törekszik az amerikai és a nemzetközi politika befolyásolására, ráadásul mindezt rendkívül szervezetten teszi, szemben más milliárdosokkal, ezért őt könnyebb kritizálni. De ez a hipokrita viselkedés jellemzi Bill Gates-t, Mark Zuckerberg-ot vagy Elon Musk-ot is. Hogy ezt morálisan hogy ítéljük meg, hogy egy nagy tőkésnek hogyan kellene erkölcsösen viselkednie, lehetséges-e ez egyáltalán, hogy mit tett egy olyan hedge fund menedzser, aki világosan látja, hogy egy igazságtalan világrendnek a haszonélvezője, arról nagyon sokat lehetne vitatkozni. Igazolja Elon Musk gátlástalan módszerét az, hogy a pénzét igyekszik a megújuló energiák fejlesztésébe fektetni? Igazolja Mark Zuckerberg és Bill Gates elképesztő vagyonát és hatalmát az általuk létrehozott eszközök fölött az, hogy ezek az eszközök egyúttal elképesztően széles tömegek számára teremtettek hozzáférést a számítástechnikához és az interneten az egymáshoz kapcsolódáshoz? Elfogadhatóbb lesz attól Gates, hogy többet költ Afrikában az AIDS megelőzésére, mint az USA kormányzata? Megváltást nyerhet Soros György pénzügyi machinációért filantróp tevékenysége által? Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit tisztelettel, Rózsika vagyok. Nagyon örülünk, tessék parancsolni. Soros Györgyről annyit, hogy a sortoláshoz nagyon ért, és annak azaz egy baja van csak, hogy nem 20 éves. Uzsorás, csaló ember. A milliárdjait jó célokra kellene felhasználni, talán megnyugodna a lelke is ennek az embernek. És ez a kérdés. Gyuri bácsi vajon jó dolgokra költi? Azt érdemes megnézni kicsit közelebbről, hogy milyen hatással vannak egy ország életére ezek a bizonyos filantróp tevékenységek. Az, amint mondtam az előbb, tagadhatatlan, hogy nagyon sok értékes dolog, nagyon sok fiatal tehetség sokkal nehezebben tudott volna érvényesülni Soros György pénze nélkül. Orbán Viktor vagyok, jelen pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok. Ja, például ez a fiatal tehetség, igen. És nem biztos, hogy olyan nagy túlzás kijelenteni. Soros György pénze nélkül könnyen elképzelhető, hogy Orbán Viktor ma nem miniszterelnök, hanem egy ravaszkodó, megkeseredett zúg ügyvéd, mondjuk Székesfehérvár Saul Goodman-je lenne, a Fidesz pedig egy a sok rendszerváltás körül föllobbanó, majd aztán elhaló szervezetek közül. Ezek a pénzek, amik a rendszerváltás körül Magyarországra érkeztek, bár nagyon fontosak voltak, de jelentős, torzító hatással bírtak a társadalom szerveződésének alakulására. Ugyanúgy megvolt bennük az a kettősség, ami Soros György egész tevékenységét jellemzi. Egyrészt a ránk szabaduló globális kapitalisták gátlástalanul rabolták szét privatizáció címén az országot, és vették el millióknak a biztos megélhetését.
Másrészt ugyanezek a kapitalisták elkezdtek támogatni olyan szervezeteket, amelyekről azt gondolták, hogy majd valahogy ellensúlyozni tudják a nagyrészt általuk okozott káros folyamatokat. Erősítik a szétvert társadalom önszerveződési képességét, jogsegélyt biztosítanak azoknak, akiket a varázsítéssel kialakuló kapitalizmus teljesen kiszolgáltatottá tett, segítik az addigi munkájuktól egy csapásra megfosztott észak-magyarországi cigányokat, hogy integrálódjanak a társadalomba, és így tovább. Mindez jól mutatja, hogy a kapitalizmus mennyire eltorzítja a viszonyainkat. A hatalmat azon kevesek kezébe adja, akik kezében a pénz összpontosul. Ők pedig két dolgot tehetnek. Vagy nem törődnek azzal, hogy nekik ezáltal mekkora felelősségük lesz, és leszarnak úgy alapvetően a vagyonocskájukon kívül mindent. Beauty of me is that I'm very rich. Vagy, mint Soros, megpróbálnak felelősséggel élni a vagyonukkal. De ez szinte lehetetlen. Hisz azzal, hogy olyan folyamatokat próbálnak mesterségesen erősíteni, amiknek szervesen kéne fakadni a közösségeinkből, csak a kapitalizmus szétszúzza őket már a sarjadásukkor. Szóval azt gondolni, hogy pénzzel ki lehet javítani azokat a károkat, amelyeket részben épp ezen pénzek megszerzésével okoztak, nos, ezzel Soros gyakorlatilag Istent játszik. Mi van, megszeppenti nyulambula? Hát meg bizony. Mert az istenjátszás veszélyes dolog. Ha ezt a legnagyobb jó szándékkal teszi is, és sok jó és értékes dolog is fakad belőle, hosszú távon kiszámíthatatlan mi lesz a hatása, és gyakran komoly torzulásokhoz vezet. És itt nem csak erről a szerencsétlen vénemberről beszélek, akiből tényleg egy tök jó Saul Goodman lehetett volna. Hozzánk a töredék érkezett annak a pénznek ahhoz képest, ami a régió különböző politikai projektjeibe ömlött a Tel Aviv-New York tengely világhatalmának elősegítése érdekében. Van egy kiváló popkulturális alkotás, az összeesküvés elméletek, a kiváló Mel Gibson a főszereplője, és abban van egy olyan szöveg, hogy az a jó összeesküvés, amit nem lehet bizonyítani. Tehát nem lehet bizonyítani, hogy hogyan érnek össze mondjuk a Soros György által finanszírozott úgynevezett civil szervezetek, korrupció ellenes emberjogi, stb. Szervezetek munkái, és mondjuk titkos szolgálati fedett akciók. Tehát, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, nem tudjuk bizonyítani, hogy milyen szerepe volt mondjuk Soros Györgynek a színes forradalmakban, az ukrán válságban, ezekben a dolgokban, csak feltételezhetjük, hogy bizonyos összekapcsolódások révén volt neki is szerepe. De tudjuk bizonyítani, az Open Society Foundations ernyője alá tartozó szervezetek egyáltalán nem titkolva tevékenységüket pénzelték a 90-es évek végének, 2000-es évek elejének, demokráciáért, hibrid, diktatúrába hajló, rezsimet kiépítő, autoriter vezetők ellen küzdő szervezeteit szerte a régióban. Szlovákiában Mečiar ellen, Szerbiában Milosevic ellen, Ukrajnában Janukovics ellen, Fehér Oroszországban Lukasenko ellen. A Soros György által pénzelt szervezetek tagjai ön szerint mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen célokat szolgálnak? Ez egy nagyon jó kérdés, nem csak Macedóniáról szól szerintem, hanem az egész térségről, de inkább az egész világról, hát ezek a szervezetek, ezek globálisan működnek. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogy vannak azok a rendszernek az igen alacsony szintjén lévő, fiatal, csillogó szemű, egyetemről kikerült srácok és lányok, akik tényleg elhiszik, hogy nem ezt célokat szolgálnak, mert hát ez védik jogvédelemről a jogokat, szól, kisebbségeket, persze, kisebbségekről szól, állatokról, így vált, ki ne tudna támogatni ilyen célokat. Erről van szó, és maga Soros György is ezeket a célokat támogatja. Csak ha ő támogat valamit és megmozdulnak a dollármilliók, akkor annak elég nehéz kiszámítani a következményeit. Mert az imént felsorolt színes forradalmak összefoglaló néven emlegetett fölbojdulások sok helyütt sikeresen döntötték meg az épp aktuális diktátor hatalmát. De az összes ország közül talán csak Szlovákiára lehet helyek közel azt mondani, hogy minőségileg jobb helyzetben van, mint előtte volt. És ez nyilván nem Soros felelőssége. De egyrészt lehet, hogy valóban van benne sara, másrészt mindent lehet rákenni, harmadrészt az adott országok népe sem mehetett így át azon a tanulási folyamaton, hogy megtapasztalják, hogyan lehet saját erőforrásokból megszervezni egy forradalmat, hangozzék ez bármennyire is kutya nehéznek. Civil szervezetnek hát nem külföldi tőkéből kellene működnie, és nem politikai befolyással kellene gyakorlatilag üzemelnie, nem arra kellene törekednie.
Na most ennek a második fele teljes marhaság. Nincs olyan civil szervezet, ami valamilyen módon ne törekedne politikai befolyásra. De az első felében viszont lehet igazság. A társadalmi szervezetek legnagyobb ereje az, ha alulról építkezve szervesen tudnak létrejönni és fejlődni. Soros kis túlzással azért, hogy az ő kapitalizmustól bemocskolt lelkismeretét nyugtatgassa, ezt a lehetőséget vette el a régióban nagyon sok országtól. Igen, tőlünk is. Én hiszem, hogy ha a rendszerváltáskor külső befolyásoktól és segítségektől mentesen alakultott volna ki a pártszerkezetünk, akkor a magyar nép bölcsebb lett volna annál, hogy olyan macska Jancsikat hozzon a helyzetbe, mint amilyennek az akkori fideszesek voltak. Persze, Soros mindebben csak egy tényező volt. A probléma pontosan ott van, hogy vannak Magyarországon olyan szervezetek, amelyek civilnek nevezik magukat, de valójában nem civil szervezetek, hanem lényegében egyfajta politikai tevékenységet folytatnak. Még önmagában talán ez sem lenne probléma, csak mindezt egy külföldön élő, nagyon gazdag embernek a megbízásából teszik, vagy legalábbis a pénzéből teszik, és innentől kezdve válik problematikussá a dolog, innentől kezdve azért problémás a dolog, mert nem arról van szó, hogy magyar állampolgárok összeálltak és együtt kezdeményeztek valamit, pénzt gyűjtöttek, és a politikai szándékukat akarják kifejezni. És sajnos igen, Lánci Tamásnak a maga kifacsart módján igaza van. De azért a felelősség nem Soros Györgyöt és nem azokat a civil szervezeteket terhelik, akik pénzt fogadnak el tőle. Az állampolgárok szerveződéseit és a politikai akarat kifejezésének a lehetőségét ugyanis valóban nekünk, magyaroknak kellene megteremtenünk. Nekünk magyaroknak. Tehát a magyar államnak. Hogyha 2010 után az állam nem azt csinálja, hogy a civil finanszírozásra rendelkezésre álló költségvetési forrásokat odaadja a házi szervezetének, hogy a kormányhoz lojális elvtársaknak juttassanak pénzeket, és abból lehessen kormánypárti tüntetéseket szervezni, és így tovább ki lehessen staffirungozni a saját klienseket, hanem transzparens módon, és adott esetben az ellenzékhez közül, nem is azt mondom, hogy ellenzéki, a konkrét kormányzati döntésekkel szemben kritikus szervezeteket is nek is biztosítana levegőt az állam, a magyar kormány, az Orbán kormány, abban az esetben Soros Györgynek a szerepe radikálisan visszaszorulna. Pontosan erről van szó. A Fidesz kormány tehetne a legtöbbet Soros befolyása ellen, ha ő biztosítana a forrásokat azoknak a szervezeteknek, akiknek ma csak Soroshoz van lehetőségük fordulni. Mert ezek a szervezetek nagyon fontos munkát végeznek. Tartja őket Kós Lajos akár kutyának, akár macskának. Valószínűleg helyes az az álláspont az életben, hogy ami valaminek látszik, az az is. Uh-huh. Egy négylábú szőrös kisállat, nyávog, egeret fog, stb. Az valószínűleg macska. Nem? Még akkor is, hogyha ő azt mondja magáról, hogy én kutya vagyok. De nem jó, mert ugye kiderül. Kiderül, hogy aki Soros Bérenc világ összeesküvőnek mondanak, az valójában csak az emberi jogokért, a méltóságuktól megfosztott emberek méltóságáért küzdenek. Ezek a szervezetek Magyarország legfontosabb, leghalaszthatatlanabb, legértékesebb munkáit végzik el. A Soros alapítványai által finanszírozott közérdekű munkát végző civil szervezetek ellen és azok tevékenységével kapcsolatos kormányzati lejárató kampány minden alapot nélkülöző, rosszindulatú, az ország javát figyelembe nem vevő, üres fröcsögés. Van egy új szereplő, aki láthatóan nem támogatja a magyar kormány törekvéseit, ő pedig Soros György. Hollik István szerint Soros György olyan szervezeteknek ad pénzt, amelyek segítik az illegális bevándorlókat. Több ilyen céget is tudunk mondani. Előbb említettem a Magyar Helsinki Bizottságot, de mellé lehet tenni a Társaság a Szabadságjogokért, vagy éppen a Migration Aid nevezetű szervezeteket. Ezek a szervezetek mind Soros pénzéből támogatják a korlátlan és illegális bevándorlókat. Ez egy 2015-ös felvétel volt, amelyben S. Hollik képviselő úr még egészen disztingvált módon nyilatkozott. Mondom, egészen. Már ahhoz képest, hogy manapság miniszteriális szinten beszélnek ezekről a szervezetekről. Soros György Magyarországon és a világban működő szervezetei ilyen álcivil ügynök szervezetek. És elszántak vagyunk abban a tekintetben, hogy ezt a tevékenységet minden törvényes eszközzel megakadályozzuk. Ezek nem ártatlan szavak. Balogh Zoltán vagy éppen Orbán Viktor megszólalásai a barbarizmusnak olyan mélységeiben mozognak, ahol csak általában Bencsik András szokott teljes magától értetődőséggel közlekedni.
a Soros Egyetem, a CEU azokat az embereket képezi ki, akiknek az a feladatuk, hogy különböző országokban, így Magyarországon is elfoglalják a kulcspozíciókat. Ő belőlük legyenek egyetemi tanárok. Elmondtad ezt a példát, egy tanársegéd elég volt ahhoz, hogy egy nagy jelentőségű kulturális és tudományos rendezvény megbuktasson. Néhány kis ügyes, szorgos ügynököcske elég volt ahhoz, hogy egy ország álmát, az olimpiát megbuktassák. Tehát ezeket az embereket, ezeket az ügynököket, akiket a CEU kiképez, ezeknek nagyon jól irányított feladatuk van Magyarországon és a világban mindenütt. Mostanra totálissá vált az a demagóg, manipulatív, a valósággal kapcsolatot még csak köszönő viszony szintjén sem ápoló propaganda, miszerint nem lehetnél a menekültek közé? Soros-e vagy? Szavar a korrupció? Soros-e vagy? Fontosra tartod a CEU-t? Soros-e vagy? Jobb biztonságot szeretnél? Soros-e vagy? Tüntetni mersz? Soros-e vagy? Tudsz jobbat, mint Orbán Viktor? Soros-e vagy? Nem tudjuk pontosan megmondani, nem tudjuk bizonyítani, csak feltételezhetjük. Ez a lényeg. A magyar jogállamiság 2017-re tényleg odáig züllött, hogy komoly arccal magyarázza ez a szarcsimbók, hogy bizonyítani semmit nem lehet, de nem is kell, mert feltételezhetjük, és amit feltételezhetünk, az úgy is van, mert... Csak. Na, és itt ér össze az adás legelején tárgyalt antiszemita gyűlölködés és a kormány mostani lejárató kampánya, amit gyakorlatilag mindenkivel szemben folytat, aki tőle függetlenül merészel levegőt venni. Miszerint itt az antiszemitizmusnak és az idegen gyűlöletnek egy egészen új, korábban nem ismert minősége nyert polgárjogot. Ennek nem általában véve a zsidók, nem általában véve az idegen embertársaink a tárgyai, hanem mindenki, aki nem nyer elismerést a nemzeti együttműködés rendszerétől, mert nem szolgálja annak primér hatalom politikai érdekeit. Ebben az új politikai beszédmódban keverednek a két világháború közötti fajelméleti szólamok a rendszerváltás utáni szélsőjobb toposzaival, egy jó ada komolyan soha nem vett, csak a vulgaritások szintjén vissza böfögött marxizmussal, és így tovább. A végeredménye? A társadalom szisztematikus hergelése és hergeltségben tartása. Ez a Helsinki, ez is ahogy támadja azt a szerencsétlen, hogy fogalmazom, miniszterelnököt, ahogy támadja, meg bele őszül már az állam gondjaiba, és nem tudja már, hogy melyik lábára álljon, és mindenki követelőzik, nem beszélve a pedagógusokról. Hát ilyen a holti rendszerben, hogy szakszervezet, ilyen nem volt. Hát volt a Balázs is között minisztérium, és akkor az diszponált, hogy milyen tantervek, meg milyen oktatás legyen, nem pedig szakszervezet. Hát úgy kérem. Amikor az én ügyvezetésem mellett működött a Krétakör Alapítvány, akkor a szervezet sokat köszönhetett a Nyílt Társadalom Alapítványnak, ahova én pályáztam a szervezet nevében összesen két alkalommal, ahogy erről a Krétakör korábbi közhasznossági beszámolói is tudósítottak. Az akkori támogatása a Nyílt Társadalom Alapítványnak tette lehetővé, hogy a Krétakör Alapítvány Schilling Árpád művészeti műhelye ne kényszerüljön lehúzni a rolót akkor, amikor a magyar állam megtakarta azt a felelősségét, hogy a rendszerváltás utáni magyar nyelvű színház művészet egyik legkiválóbb alkotójának munkájához hozzájáruljon. Nem adott egy petákot sem, miközben középiskolásokkal, határon túli magyar közösségekkel foglalkoztunk, és készítettünk Európa szerte keresett előadásokat és egyéb művészeti produktumokat. Szóval ja, készítsétek a címlapokat, riposztos seggfejek. Én személyesen hálás vagyok Soros Györgynek. Ezzel együtt ettől még nem hallgattam és soha nem is fogom elhallgatni a kritikámat vele szemben, és még inkább azzal a világrendszerrel szemben, amit kapitalizmusként ismerünk, és amelynek egyenlőtlensége és alapvetően igazságtalan természete miatt Soros olyan hatalomra tehetett szert, mint amilyenre szert tett. Ez utóbbiról pedig beszélnünk kell, akkor is, ha a kormány most olyan nemtelen, pitiáner, mocskos, aljas, uszító antiszemitizmussal esik neki Sorosnak, ami minden jóérzésű emberből visszolgást kellene, hogy kiváltson. De a kormányunk gátlástalanságával szemben épp az lehet az egyetlen érvényes fegyverünk, ha nemet mondunk a logikájukra, és képesek vagyunk egyszerre kritikusak, és ha kell, elismerőek lenni. Szóval ne féljünk, és főként ne engedjük, hogy Orbánik határozzák meg a gondolkodásunkat.
Nagyon köszi a filmet, ez volt erre a hétre a Slime, a torkolgató politika. Biztos vagyok benne, hogy ez az adás sokatokban fog különböző kérdéseket felvetni, vagy sokatokban fognak különböző indulatok esetleg felbukkanni. Kérlek titeket, hogy ezt ide egy komment formájában a videó alatt osszátok meg velem, és akkor tudunk majd vitatkozni az elhangzottakról. Továbbítsátok és osszátok meg ezt a videót az ismerőseitekkel, lájkoljátok a csatornát, iratkozzatok fel rá, keressetek minket Facebookon, Tumblr-on, Instagramon, vagy kérdezzetek tőlünk Ask FM-en, és mivel eddig sem voltunk Soros György kitartottjai, és a továbbiakban sem szeretnénk hozzá pályázni, ezért kérlek téged, hogy legyél a mi Sorosunk, és támogass minket a patreon.com/slimeshow oldalon, ahol továbbra is várjuk a nekünk felajánlásokat tevő polgártársakat. Már közel 600-an vagytok, akik támogatnak bennünket. Gyertek, csatlakozzatok a kampányhoz, és érjük el a havi 6000 dolláros szintet, ami azt fog jelenteni, hogy meg fogjuk tudni őrizni továbbra is a függetlenségünket, és továbbra is gyártani fogjuk tudni nektek ezeket a videókat. És nagyon fontos, elindítottuk a Közös Ország Mozgalom című kezdeményezésünket annak érdekében, hogy egy demokratikus, igazságos és konszenzusos választási rendszert hozzunk létre. A héten indítottuk ennek is a különböző forrásszerző kampányait, például ugye bepereltem az Origót és a Riposztot, amiért különböző mocskolódásokat jelentettek meg rólam. De az ő pénzük önmagában nem lesz elég, bár jól fog jönni. Ahhoz, hogy ezt a kampányt fel tudjuk építeni, és főként, hogy ahhoz, hogy azt a rengeteg aktivistát, akit behívtunk most, képezni tudjuk, ahhoz a ti hozzájárulásotok is kell majd. Itt a képernyő alatt láthatjátok azt a kampányszámlát, ahova dedikáltan kérjük azokat a pénzeket, amiket szeretnétek a mozgalomnak felajánlani, és mi az így felajánlott forrásokról maximálisan, transzparensen fogunk majd elszámolni arról is, hogy mennyi pénz érkezett be, és arról is, hogy ezt egyébként mire költöttük el. Ha pedig aktivistának szeretnél jelentkezni, azt szintén megteheted a közösországmozgalom@gmail.com címen. Jövő héten jelentkezünk, és akkor jövök legközelebb szerdán, igen, a felessel. Addig is, ciao.